A Pécs TV összkulturális magazin műsorát a publikumot látják. Köszöntöm Önöket! A mai alkalommal ismét egy hosszabb összeállítást láthatnak műsorunkban. Egy világhírnévre szertett művész életét ismerhetik meg a következő percekben. Tartsanak velünk! Rév Lívia zongora művész egyenesen Párizsból érkezett. A 90-es éveiben járó kiváló szellemi és testi frissességnek örvendő művész azzal a céllal járt Pécset, hogy zongorakúzusokat adjon a fiataloknak. Itt tartózkodása idején a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékeit látta el szakmai tanácsokkal, amellett, hogy meghallgatta zongoratudásokat is. A bájos kedves idős hölgy életéről, művészetéről van most nekünk. Az ő idejében nem voltak divatban a zenei versenyek, mégis a Csoda Gyerekek zongora versenyén első helyezést ért el. Maga sem tudja, hogy történhetett, mondja a 94 éves Rév Lívia. Nekem van egy fényképem, ahol vagyunk legalább 50-en, az mind Csoda Gyerek volt. És abból kaptam én az első díjat, hogy miért, azt nem tudom, mert ott volt köztük a Solti György is, aki akkor már nagyon öreg volt, mert akkor lehetett már 13-14 éves. Szóval az volt 5 évestől 15-ig. Köztük volt egy csomó, aki aztán karriert csinált, vagy Európában, vagy Amerikában. De nagyon érdekes, hogy még azt hiszik, hogy versenyt nyertem. Én nem, akkor nem is volt divat a verseny. Ez kezdődött a 30-as években valamikor. Amikor én kint voltam Németországban, akkor volt a azt hiszem az első Liszt verseny, amit a Fischer Anni nyert. Nem tudok róla, hogy előtte is volt. 11 éves korában lépett fel először zenekarral. Ez nagyon nagy dolognak számított. Ez pedig a Növendék hangverseny volt. Ott voltunk egy csomó, már nagyok is. És a Dános Lilivel játszottuk az Esdur Mozart zongoraverseny. Ez a két zongorán. Az volt az első zenekari fellépése. És a Komor Vilmos dirigált. Óriási szerencsém volt, mert a legjobb tanárokat, a legjobb iskolát kaptam. Még Németországban is a nagy tanárt kaptam, a Teichmüller, Robert Teichmüller volt a tanárom, aki akkor annak számított, aki, mint a Dohnányi itt. És az volt az érdekes, hogy ő már ismerte a Varró Margit könyvét. És ez volt 34-ben, amikor oda kerültem. És azt mondta nekem, hogy a Simrock, a kiadó, aki mindenféle ilyen zenéről szóló könyvet kiadott, mindent elküld neki, és ő százával vannak neki pedagógiai és zongoratanári könyvei, de olyan, mint a Varró Margité, olyan nincs. Ez volt az egyetlen, amit az első betűtől az utolsói óriási örömmel és kíváncsisággal olvasta el. És aztán az az érdekes, hogy én nagyon jó nevelést kaptam, a zenei nevelést, mert a legjobb tanárok voltak a tanáraim, mint Weiner is, és aztán még különböző melléktanszakokra is kiváló emberek voltak, és nagyon sokat hallottam játszani Dohnányit és Bartókot is. Valahányszor koncertjük volt, akkor én mindig ott voltam. Hozzátettem még nagyon sok minden mást. Először is például nagyon szerettem csukott szemmel játszani, amikor már tudtam valamit kívülről. Ami nekem azért használt, mert azáltal sokkal jobban tudtam kottát olvasni. Nem kellett állandóan a kezemre nézni. Nem volt ez, hanem olvastam a kottát és játszottam. És ezért volt az, hogy az összes ének, hegedű és cselló tanár engem kért meg, hogy az órán kísérjek. Az órákon. Azon kívül nagyon sokat kamaráztam. Az akadémián kívül is. Nem volt olyan hét, hogy össze ne jöttünk volna többen kamarazenét játszani. És mi volt még?
kórusban is énekeltem. Lépcsőben ott voltam a Gewandhaus kórusban 2 évig, első szopránó. Mert én tudtam olvasni, énekelve olvasni, ami a kótában le volt írva. Hát az segített ott is. És mi volt még? Szóval sok kamarazenélés, ének, kórusban való éneklés, ez mind hozzátett nekem ahhoz, amit tanultam már. Úgyhogy ezáltal sokkal gazdagabb volt az én tanulási időm, mint rendszeri szokott lenni. Mehetünk. Édesanyám az Komárom egyéből származott, a Csalló közből, és ott rengeteg magyar nótát tanult, és százával énekelte a magyar nótákat. Úgyhogy azt hiszem, hogy azokat én már ismertem, mielőtt megszülettem. Úgyhogy az is hozzájárult, és már 2,5-3 éves koromban már tucatjával énekeltem én magam a magyar nótákat. Ami azért érdekes, mert a magyar nótákban, akár folklór, akár nem, nagyon sok különböző kifejezés került bele. Szóval nem volt olyan, mint a frérőzsák, amiben nincs kifejezés. Szóval minden nótában volt valami, vagy egy szomorúság, vagy egy öröm, vagy egy fölháborodás, vagy valami kétségbeesés, vagy félelem, mindegyikben van valami. És ezáltal nekem az érzésem, hogy a zene, mint olyan, nekem a saját anyanyelvem lett. És ezáltal a zenei kifejezés élelődött bennem nyilván, hogy nem okoz nekem semmiféle gondot. Nem keresem, hogy mi van a zenében, hanem már ránézek és már érzem. Háborús időszakot is megélt, valahogy sikerült átvészelnie. Művészetére akkor is szükség volt. De nem szeret erről az időszakról beszélni, és ez nem véletlen. Én velem is megtörténhetett volna, hogy a Duna partról lelőnek engem a Dunába, és nagyon sok mást. Egyik nap bejöttek a házba a szálasiak, és fölkiabáltak, hogy minden 15 és 25 év közötti lány jöjjön le. És édesanyám kihajtott, hogy nem mentek le, húgommal együtt voltunk. És azt mondtam, hogy édesanyámnak, hát ezt nem lehet csinálni, hát akkor elviszik esetleg az egész házat. Ti nem mentek le. Az édesanyám egy ilyen volt. Ő volt az első, aki a női választójogért harcolt, mikor 17-18 éves volt Komáromban. Ott járt iskolába. És szóval egy ilyen nagyon nem erőszakos volt, hanem harcias volt, amikor valamit meg kellett védeni. Például az édesapám Ata, nem tudom melyik, mert volt vörös terror, meg fehér terror az első háború után. Hát persze akkor még nem éltem is, vagy nem ismerhetem. De édesanyám engem várt, és már volt 2 kisfia. A legidősebb volt 3 éves, a következő volt 2, vagy másfél. Úgyhogy egy volt a karján, egyik a szoknyájába kapaszkodott, és én voltam belül még. És a édesapámot pedig bebörtönözték valahova. És édesanyám nem tudta, hogy hol van. Úgyhogy egyik börtönből a másikba ment, ilyen állapotban. Még megtalálta a férjét, és ki is szabadított, elment a igazgatóhoz, megmagyarázta neki, hogy ez az ember soha rosszat nem tett, inkább mindenkivel csak jót tesz, stb. És kiengedték az édesapámat. Rengeteg külföldi meghívás szerepel a művész élettörténetében. Többek között tengeren túlra, Japánba hívták fellépni, és különböző kurzusokat tartani. Világszerte elismerték Rév Líviát. Mikor kezdtem én azt el? Azt hiszem Lengyelországba hívtak először. Az is egy külön mese, mert jött Lengyelországból ösztöndíjjal egy kislány, fiatal lány Párizsba, és ott van egy ilyen fogadóhely, ahol fogadják a külföldről jövő ösztöndíjasokat. És ott ajánlottak neki egy tanárt, és ő elment meghallgatni a tanár óráját, és nem tetszett neki. Visszament oda, és mondta, hogy ez nem tetszik neki, adjanak egy másikat. Azt is meghallgatta, azt se tetszett neki. Ott volt egy
Párizsban lakott egy lengyel zongorista, zongoroművész és zeneszerző, aki engem már ismert, és azt ajánlotta a kislánynak, hogy jöjjön hozzám. Csak visszament eljött hozzám, megismerkedtünk, játszottunk egymásnak egy kicsit, beszélgettünk, és erre visszament a fogadó helyre, és mondta, hogy ő nálam akar tanulni. És erre azt mondták neki, hát akkor miért jössz Franciaországba, ha magyartól akar tanulni? Menjen Magyarországra. Hát ez az állam fizeti az ösztöndiát, hát természetesen nem tetszett neki. A végén aztán én telefonáltam annak a harmadiknak, akit még ajánlottak neki a konzervatóriumból. És én azt fölhívtam telefonon, és megkérdeztem, hogy nem zavarja őt, hogyha én tanítom. Úgyhogy aztán az lett belőle, hogy ő kapta az államtól a pénzt az órákért, és én tanítottam. De nem bántam meg soha, mert egy nagyszerű tanítvány lett belőle, bőlből, aki most a legjobb lengyel zongorista, és a Varsói konzervatóriumban tanár. Nemrég volt nálam, elhozta a második férjét, hogy bemutassa nekem. Szóval kapcsolatban vagyunk, hát ez már volt 25 évvel ezelőtt. Azt már tudjuk, hogy a mai napig kurzusokat vezet, azonban, hogy milyen módszert alkalmaz a fiatalok biztatására, még titok, de mindjárt elmondja. Igyekszem megtalálni azt, ami segítségére lehet valakinek, akinek problémák vannak, meg kell találni, hogy miért. Szóval van egy diagnózis először, és aztán meg kell találni az orvosságot. Másképp nem lehet tanítani. Vajon hogyan veszi észre a tehetséget? Mi az az apró csoda, az a pici, de mégis óriási plusz, amiből már látható az ígéretes növendék? Persze sokat számít, hogy milyen kezekbe kerül a kincs. Hogy odaül a zongorájához, és ahogy elkezd, akkor már mindjárt érzi az ember, hogy kicsoda. Tényleg így van, mert most volt itt egy kisfiú, aki elkezdett játszani, hát maputak, ebből lesz valaki. Hát az a jó, hogy itt jó kezekbe kerül, mert ha valaki nagyon tehetséges és rossz kezekbe kerül, múltkor elküldtek nekem Párizsba egy fiatal embert, aki 16 éves, és azt mesélték, hogy már koncertezik, és olyan nagyszerűen muszáj, hogy megismerje. Mert jöjjön el hozzám. Eljött és játszott nekem egy Liszt rapszódiát, nem tudom, a 11-et vagy melyiket. És úgy jön ki minden a kezéből, mint a vele született, szóval magától ment. De aztán valamit akartam neki mégis ajánlani, mondani, tanácsolni. Adja ide nekem a kottát. Rám nézett, nekem nincs kotta. Hát otthon felejtette, hát én ezeket nem tudom kívülről, hát hogyan segítsek. Nekem nincs kotta. Én tudok kottát olvasni, de csak így, nagyon lassan. Nem értettem. Hát hogy lehet valaki, aki olyan tehetséges, minden csak hallás után tanul meg. Na jó, de hát akkor már valakinek az előadását tanulja meg, és nem a sajátját. Tehát az már csak egy kópia lesz. Ez borzasztó, hogy valakit elindítsanak egy ilyen karrier felé, és nem adnak neki egy valakit, aki valamit tanít neki. És nem tanul semmit. Bachot nem is játszott. És mindjárt nagy virtuóz darabokat játszott, persze nagy sikerekkel. Úgyhogy ezt a fiút most visszavonni, hogy elkezdeni valamit, az lehetetlen. De hát el fog veszni. Visszatérve egy picit arra a csodára, mert sok csoda történt az életében is, hiszen ugye beszéltünk, amikor kis fiatal volt, akkor is egy ilyen csoda gyerekek kutató versenyen ott is egy első díjat nyert. Az életében sok sikeres esemény volt, és ugye az is csoda, hogy ön ilyen időskorában ilyen kiválóan tartja magát. Van egy olyan megszokott kis kérdés, hogy milyennek a titka igazában, ön saját magát hogy tartja karban, hogy vigyáz az egészségére? Hát én nagyon vigyázok az egészségemre. Úgyhogy nem eszem túl sokat. Nem eszem túl sósat, túl cukrosat, túl zsírosat, de eszem nagyon jól, jó étvágyal és sokat, és nem hízom el. Viszont sokat járok. Minden ebéd után legalább egy fél órát, hanem háromnegyedet vagy egy órát járok.
az ízületei hogy bírják, hiszen valamikor... Az egy közvetlen szomszédom, az egy orvosházas pár, különben születésem óta orvosházas pár volt a közvetlen szomszédunk. Budapesten éppen úgy, mint Párizsban. Ami nem egy rossz dolog, és nagyon jó barátságban vagyunk. Az most, amióta engem ismer, azóta mindenkinek azt a helyre, hogy tanuljon még zongorázni. Én amikor vége lett a háborúnak, elmentem Erdélybe. És Erdélyben egyik városban, a másikba küldtek, az egy ismerősök voltak, az egyik, most nem tudom, hogy Aradon volt, vagy Temesvárot. És ahogy játszottam az egyik városban, akkor meghívtak a következőbe, és így aztán eljutottam Kolozsvárig, és Kolozsvárra kaptam egy meghívót Bukarestbe. És így kerültem át Romániába. Hogy nem volt semmilyen papírom, azt hozzá kell tennem, mert úgy smugliztak át engem a határokon mindenütt. Nem volt olyan nagyon egyszerű. De megérkeztem Romániába, és úgy csináltak nekem egy koncertet, és abból lett annyi, hogy majdnem minden héten volt koncert. Játszottam a rádióban is, és annyira megismertek ott, hogy ráismertek a játékomra, hogy valahol nyitott alognál játszottam. Párizsba hogy került? Hát az is egy komplikált dolog volt, mert az egyik koncertemen Bukarestben bejöttek emberek, akik jöttek a NSZQ meglátogatni, és azok bejöttek hozzám, mondva, hogy a maga helye New Yorkban van, és ott kárját fog csinálni. Az amit a hordban lehet. Na hát, hogy megyek én, amikor nem volt még csak személyazonossági igazolvány se velem, hogy mehetek én Amerikába. De aztán annyira erőltették a dolgot, hogy én szépen hazamentem Pestre, és oda jöttek a telefonok, meg a sürgőjök, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. És én nem tudom, hogy hány hónapot avval töltöttem, hogy sorba álltam az útlevélért, amit nem kaptam meg. És egy szép napon az egyik kollégám messziről lobogtat egy papíros az utcán, megyek Párizsba. Nekem azt mondták az amerikaiak, hogy mindaz az ország, ami a szovjet el van foglalva, azokkal tárgyalni nem tudnak. Tehát ki kell jönnöm Párizsig. És erre ez a kedves barátom azt mondja, hogy hát, mondom, hogy csináltad? Hát tudod, hogy oda kell mennem, sokszor találkoztunk. Ja, de én feliratkoztam egy nemzetközi versenyre. Hát ha az elég ahhoz, hogy megkapjam a papírjaimat, akkor én is feliratkozom. De ő azt mondta, hogy azt hiszem, hogy már bezárták a listát. Rákerültem az listára, mert berohantam az akadémiáról, és 52. lettem a listán, és a franciák nem akartak ennyi vízumot kiadni, mert ilyen kicsi országból nem, az is 52 jelentkező sok volt. Úgyhogy azt mondták, hogy kell egy selejtező versenyt csinálni, ugyanavval a programmal, ami Párizsban lesz, és nekem akkor volt alig 10 napom, hogy a kötelező darabokat megtanuljam, amiben voltak olyan, mint a Chopin fantázia, meg preludimus fuga Mendelssohntól, aminek még a létezéséről se tudtam. És volt azt hiszem 8-10 napom, hogy megtanuljam. Úgyhogy nem sok eséllyel indultam, de bekerültem a 12 közé. És mindenféle ilyen szociális intézmények segítettek, meg megfizetik az úti költségünket. Megérkeztem Párizsba, New Yorkba megyek, mert az a versenyre nem is akartam részt venni, mert tudtam, hogy nem vagyok elkészülve. És leszálltam a vonatról, és azt mondtam, én itt maradok. Ez is egy sugallat volt, amit nem fogok tudni soha megmagyarázni. És ott maradtam, nem tudtam egy szót sem a franciához. Egy lelket nem ismertem, és annyi pénzem volt, hogy zseppénznek elég lett volna egy-két hétre. És ott maradtam. Találkoztam a legbűbájosabb, a legremekebb emberrel. De ez hány hónap után? November 26-án érkeztem Párizsba, és következő májusban találkoztam avval a férfivel, akiről mindig álmodtam. És barátaitól tudtam meg később, amikor meglátott engem a zongoránál játszani valahol, azt mondta, ez lesz a feleségem.
és 50 gyönyörű évet értünk együtt, sajnos ő már itt hagyott engem. Pedig azt mondta, hogy téged soha nem fognak elhagyni. De elhagyott. De már 94. évében volt. Ez volt a mai publikum, remélem velünk tartottak. A Poszt után Sétatér Fesztivál, pécsi szabadtéri játékok, keresik a kisfüzeteket, illetve az internetes portálokon is tájékozódhatnak az aktuális napi programokról. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!